Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szombat iskolában Pál apostolról tanultunk, az ő életéről, és szeretnék most az ő egyik leveléből idézni egy verset. Korintusi első levél, 14. fejezetéből olvasom a 40. verset. Pál apostol korintusbeliekhez írt első levele, és ott a 14. fejezet, 40. versét olvasom. Mindenek ékesen és jó rendel legyenek. Nagyon rövid, tömör mondat, de egy nagyon lényeges dolgot tartalmaz. Pál apostol arról beszél, hogy a gyülekezetben szeretné látni azt, hogy minden rendben működik. Miért olyan fontos Pál apostol számára, hogy ezt a megjegyzést tegye a gyülekezet számára? Ha valaki elolvassa az egész korintusi levelet, akkor látja azt, hogy Pál levelet ír egy gyülekezetnek, egy olyan gyülekezetnek, amely tele van problémával. Ráadásul nem ilyen apró cseprő dolgok merülnek fel a gyülekezetben, hogy különböző kis nehézségeket kell megoldani, hanem azt látjuk, hogy olyan alapvető, sokszor hitelveket érintő problémák merülnek fel ebben a közösségben, olyan erkölcsi problémák, olyan emberek egymás közötti viszonyát érintő problémák, amelyeket az apostol távolról, nem személyesen a gyülekezetben tartózkodva szeretne valami megoldást találni ezekre. És ezért írja ezt a levelet. És miközben írja, és már ugye a levélnek a vége felé közeledik, akkor elmondja ezt a mondatot, hogy mindenek ékesen és jó rendel történjenek. Nem csak úgy, ahogy éppen sikerül. Nem csak úgy, ahogy éppen majd hozza a sorsa, hogy szoktuk mondani. Hanem legyen egy megfelelő rend a gyülekezetben. Mennyire fontos vajon Isten szemében az, hogy egy gyülekezetben legyen rend, hogy az egyházban legyen rend? Nagyon sokszor olvassuk ezt a mondatot, és érdekes módon a gyülekezeti kézikönyv ezzel kezdődik, ezzel a mondattal, hogy Isten a rendnek az Istene. Újra és újra, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben előjön ez a kérdés, hogy az Isten arra szeretné vezetni az embert, hogy az életében, a szolgálatában, mindenhol, ahol az ember jelen van, legyen rend. Igazából miért is van a kezünkben a Szentírás? Mit is tartalmaz a Szentírás? Az Isten szeretne rendet teremteni. Szeretné rendbe látni az ő népét, és tulajdonképpen az egész Szentírás arról szól, hogy bemutatja a mi számunkra azt, hogy az Isten milyen megváltási tervet készített, és hogy addig, amíg meg nem valósul minden, ami a jövőre vonatkozik, addig az ember tudja magát mihez tartani, és legyen rend az életében. Szeretnék mindjárt a legelső Biblia vershez lapozni, Mózes első könyve első fejezetében. Ugye így kezdődik maga a Szentírás, amikor Isten elkezdi a teremtő munkát itt a Földön. Mózes első könyve első fejezete így kezdődik. Kezdetben teremté Isten az eget és a Földet. A Föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Hogy jön ez a rendhez? Annak idején a teológián többek között héber nyelvet is kellett tanulnunk. De az Ószövetségnek az eredeti nyelve az a héber nyelv volt, és voltak olyan biblia szövegek, olyan szakaszok, amelyeket szinte kívülről meg kellett tanulnunk héberül, és mindez azért, mert ezek nagyon fontos szakaszok a Szentírásban, és az, hogy az eredeti nyelven olvassuk ezeket a szakaszokat, nagyon sokat elárul arról a mondani valóról, amit az Isten ezáltal a néhány szakasz által akar üzenni az embernek. Emlékszem arra, hogy
megtanultuk héberül azt, hogy a második versben ez a mondat, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, ez a kietlen és puszta, ez egy olyan kifejezés a héber nyelvben, amely valóságban arra utal, hogy itt a földön egy nagy káosz volt, egy zűrzavar. Semmi nem volt a helyén, csak úgy volt. De tudjuk, milyen az, amikor az ember elmegy egy olyan helyre, ahol régen már nem laknak, el van hanyagolva egy terület, akkor az ember körülnéz, és azt mondja, jaj, mi van itt? Minden tavasszal, amikor arra gondolunk, hogy most már jó lenne majd Balaton lellén az üdülőbe valamit kezdeni, és körülnézünk először, akkor azt látjuk, hogy mindenhol lehult falevelek, pókháló mindenhol, és majd ki kell takarítani. Mindenütt azt látjuk, hogy hiányzik a rend. Pedig mindig úgy zárjuk az évadat, hogy rendet csinálunk. És valahogy fél év eltelik, és már eltűnik a rend. És valahogy így volt a föld is, hogy itt volt a föld, de maga az Isten megállapítja azt, hogy kietlen és puszta. És az eredeti kifejezésben ez ilyen káosz uralkodik itt a földön. És azért mit kell az Istennek csinálni? Rendet kell teremteni. Tehát a teremtés az tulajdonképpen nem más, mint hogy az Isten rendet teremt. És azt mondja, legyen világosság, és lőn világosság. Aztán végig, ahogy olvassuk a teremtésről szóló beszámolót, mind arról szól, hogy az Isten megalkot bizonyos dolgokat, és mindig, amikor megalkot bizonyos dolgokat, akkor valahol a földön megszületik a rendnek egy magasabb fokozata. Égi testeket teremt az Úr, napot, holdat, és ezek, azt mondja, szabályozzák a nappalt és az éjszakát, az ünnepeket. Hogy az ember tudja, mihez kötni az idejét. Aztán látjuk azt, hogy az Isten teremt növényeket, állatokat, és az Isten szabályozza azt is, hogy ezek milyen rendbe nőjenek fel, milyen rendbe éljék az életüket. Sőt, azt mondja, a hetedik napon Isten megnyugovék, és egy példát mutat az embernek, és később különböző törvények által az embernek rendbe szedi az életét, és azt mondja, hogy ezek a törvények vezessenek téged, és lásd meg, hogy így kell élned, ez a rendje az életnek. Aztán mindjárt már a második, harmadik oldalon a Szentírásban olvasunk arról, hogy az emberek megpróbálnak eltérni a rendtől. Olvassuk, hogy mindjárt ott a Ádám Éva gyermekeinél, hogy vett magának két feleséget, megölte a testvérét, különböző dolgokat. Eltérnek a rendtől, és mindig mi a következmény? Hát a bűn, igen, de mi a bűnnek utána a következménye? Megint csak jön elő a káosz, és jön elő a különböző sok baj. Ezért fontos, hogy Isten népe körében is legyen rend. Még visszatérve egy kicsit, ahogyan az Isten irányítja a földet, ott van a megváltásnak az a csodálatos terve, amit az Isten lefektetett. Sokszor elgondolkozom azon, hogy mi emberek mennyire meglepődünk bizonyos dolgokon. Ugye tudjuk azt, hogy amikor lehull az első hó, akkor mindig megáll az élet, mert valahogy hiába tudjuk, hogy jön a tél, mégis váratlanul ér bennünket, hogy esett a hó. Most beszéltünk a menekültekről, olyan váratlanul ért mindenkit, hogy hirtelen ennyi menekült jött. És elkezdünk terveket kidolgozni, hogy mit tegyünk, hogy elhárítsuk a különböző akadályokat. És mennyivel másabban működnek a dolgok az Istennél? Megteremtette Isten az embert, történik egy nagyon rossz dolog, mert ugye bejön a bűn a földre, Ádám és Éva történetét ismerjük, és az Istennek már kész van a terv. Hogy mit kell ekkor tenni? Nem akkor kezd el gondolkodni, nem akkor kezd el tanácskozni, hanem kész van a terv.
Aztán mondjuk azt, hogy az Isten szabad akaratot adott az embernek, minden embernek, és mennyi minden történt az emberiség történetében, amit hát nem úgy van, hogy az Isten előre elrendelte, és ilyen madzagon vezeti az embereket, hogy kinek, mikor, mit kell csinálni, hanem úgy hagyja, hogy történjenek a dolgok, de mégis az a rend, amit ő felállított, az a terv, amit ő lefektetett, az meg kell, hogy valósuljon, és meg is valósul. Mennyi minden döntés előzte meg azt, amikor Jézus Krisztus megszületett. Mármint, hogy az emberiség történetében mennyi olyan dolog történt akkoriban. Dönthettek volna emberek így is, meg úgy is, de azt mondja a Szentírás, amikor eljött az időnek teljessége, amikor itt volt az ideje, amikor a proféciák által megjövendőlt időben meg kellett történnie, akkor megszületett a Messiás. Vagy amikor meg kellett történnie, akkor meghalt, értünk, a Messiás. És azt mondja, hogy a terv tovább folyik, mert most már meg van váltva az ember, de majd kell jönni egy olyan alkalomnak, amikor visszajön Jézus a választottakért, hogy ott legyenek ők is, ahol ő van, ugye addig helyet készít. Ez így van a rendben, így van a tervben, így kell, hogy megvalósuljon. És bármi történik addig a világban, bármennyi idő kell, hogy addig elteljen, ez nem változtat azon, hogy az Istennél van egy rend, az Isten lefektetett dolgokat, egy tervet, és az biztos, hogy úgy fog megvalósulni. Igen, a rendnek mindig az az alapja, hogy felállítunk különböző szabályokat. Addig, amíg nincsenek szabályok, addig, amíg nem mondunk meg bizonyos dolgokat, addig, amíg nem beszélünk meg bizonyos dolgokat, addig valahogy nincs rend. Az ember, az előbb említettem, mindig próbál tiltakozni a rend ellen. Próbálja valahogy kikerülni a rendet. Olyan jó lenne, hogyha a szabályok nem korlátoznának bennünket. Olyan jó lenne, hogyha semmi nem szabna határt azoknak a dolgoknak, amikre vágyunk. És aztán a végén mindig eljutunk oda, hogy hát szabályok nélkül nincs rend, és rend nélkül nincs boldog, kiegyensúlyozott élet, hanem mindig történik valamilyen baj. Visszaemlékszem arra az időre, amikor általános iskolás voltam, és ahogy kiléptünk az iskola ajtón, volt egy forgalmas utca, és valahol az utca túloldalán, egy kicsit a bejárattól balra, volt az az épület, ahol az iskolának a menzája volt, ahol főztek, és a gyerekeknek délbe oda kellett átmenni, elfogyasztani az ebédet. Mivel ez egy sarki épület volt, ezért hát a rend az volt, és a tanárok nagyon sokszor elmondták, hogy amikor kimegyünk az ajtón, akkor nem balra kell fordulni, hanem jobbra, néhány métert menni, és ott van egy gyalog átkelőhely, ott átmenni a túloldalra, és a túloldalon visszamenni, és úgy eljutni az étterem bejáratáig. Hát ez olyan nagyon szépen hangzik, na de hát kinek van arra ideje, hogy néhány métert megtegyen a sarokig, és ott átmenjen a zebrán, amikor nem is jobbra van a menza, hanem balra. Mindenki siet, éhes, és ezért minden gyerek azt csinálta, hogy torony iránt. Ott van az ajtó, átszaladunk az úton. Persze mindig körülnéztünk, és azt mondtuk, nem értjük, hogy miért kellene nekünk ilyen kitérőket tenni. Aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy munkások jelennek meg, és a járda és az út elválasztásaként ilyen csöveket dugnak le a járdába, és a csövek közé pedig láncot feszítenek ki, korlátot csináltak, hogy a gyerekek ne menjenek ott át, hanem igenis menjenek el az utca végére, és a zebrán menjenek át. Hát azért a gyerekeknek nem jelent túl nagy akadályt egy ilyen korlát, vagy átugrották, vagy átmásztak alatta, sőt, néhány hét múlva el is szakadt a lánc, és már könnyedén át lehetett menni. Majdnem mindenki továbbra is ott járt át.
Egészen addig, amíg az egyik osztálytársunkat el nem ütötte az autó. Az osztályfőnök azt mondta, egyébként az első padba ült ez a gyermek, hogy direkt az ő helyére nem ültet senkit. Maradjon üres az a pad, hogy lássuk azt, hogy valaki hiányzik, és jusson eszünkbe, hogy miért hiányzik. Igen, sokszor vagyunk így, hogy minek az a lánc, minek az a korlát, minek bármi szabály az életünkbe, sokkal jobb volna, nem, hogyha nincsenek szabályok, hanem azt csináljuk, amit akarunk. És a végén mindig be kell, hogy lássuk azt, hogy kell a rend. Szükségünk van a szabályokra. Az Isten is ad nagyon sokféle szabályt, nagyon sokféle törvényt az embernek. Itt vannak a Szentírásban. És az embernek sokkal boldogabb az élete akkor, hogyha ezek alapján él. Na de az ember nem mindig gondolja így. Kérdezzük csak meg ma az embereknek a többségét. Az ember arra gondol, hogy nem jó szabályok szerint élni. Mennyivel jobb az, hogyha nincsenek szabályok, ha azt csinálhatok, amit akarok. És az ember mindig próbál valahogy kibújni a szabályok alól. Feltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy miért nem vagyunk többen az Isten tiszteleteken? Miért vagyunk kevesen, akik azt mondjuk, hogy Isten törvényei szerint akarunk élni? Azért, mert az emberek sokszor úgy gondolkodnak, hogy nem akarok közéjük tartozni, mert akkor nekem is nagyon sok szabályt kellene betartani. Nagyon sok törvény vonatkozna rám, amit én most kerülni akarok, mert én nem akarok azok szerint a törvények szerint élni. Itt van a 10 parancsolat. Hány és hány olyan része van a 10 parancsolatnak, amit az átlag ember azt mondja, hogy ó, hát ezek olyan törvények, amelyek túlságosan nagy korlátot jelentenének az életemben. Nem akarok e szerint élni. Azt is látjuk, hogy ahogy az Isten megalkotja ezeket a törvényeket, különféle törvények vannak, és különféle szabályokról olvashatunk a Szentírásban. Vannak olyan alapelvek, amelyeket lehet, hogy nem is mond ki tömören egy mondat, de valahol a Szentírásból egyértelművé válik a számunkra, és ezek olyan alapelvek, amelyeket soha nem lehet felfüggeszteni, amelyek mindig érvényesek, bárhogy változik a világ, mindig ugyanúgy kell, hogy érvényben maradjanak. Isten a szeretet. Isten szereti az embert. És ez egy olyan alapvető dolog, hogy bármi történjék is, ez akkor is így marad. Felmerülhet az emberben, hogy hát na jó, azért mi van akkor, hogyha azokról az emberekre gondolunk, akikről az előbb beszéltem, hogy nem akarják a szabályokat, hogy fölöslegesnek tartják az Isten törvényeit. Őket is szereti az Isten? Igen. Ugye ő rájuk mondja a Szentírás azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nem azt mondja, hogy a törvényt betartó embereket úgy szerette, hogy az életét adatta a fiával, hanem a világot. Az egész világot. Azokat az embereket is, akik nem tartják be a törvényeket, és gondolhatunk arra, hogy tulajdonképpen mindannyian valahogy így vagyunk, hogy azért vannak olyan szabályok, amelyek a mi életünkben is néha valahogy egy kicsit félre tolódnak. Amelyeket mi is valahogy megpróbálunk kimagyarázni, hogy most éppen miért nem azok szerint éltem az életemet. Persze meg kell mondani azt, hogy a túl merev ragaszkodás a szabályokhoz az éppen úgy ellentétben áll az Istennek az akaratával, az Istennek a jellemével. Amikor az ember makacsul ragaszkodik értelmetlenül szabályokhoz. Mert vannak, vagy lehetnek olyan esetek, amikor maga az Isten mondja azt, hogy gondoljuk át, és esetleg tegyünk kivételt bizonyos dolgokkal. Ugye emlékszünk, vannak ilyen történetek a Bibliában, amikor arról van szó, hogy bizonyos kenyereket nem szabad megenni a szentélyben, és azt mondja, hogy igen, volt olyan alkalom, amikor meg lehetett enni.
volt olyan alkalom, amikor megállították a napot, pedig az Isten rendelete az is, hogy a nap hogy kell fel és hogy nyugszik le. Minden az Isten rendelete, rendje alapján működik ezen a földön. És az Isten néha tesz kivételt. Márk evangéliumában van egy nagyon érdekes tanítás, amikor Jézus pont azokkal az emberekkel beszélget, akik nagyon makacsul ragaszkodnak a leírt törvényhez, és nem gondolkodnak a törvény betűi mögött lévő lelkületen. Márk evangéliumának a második fejezetéből szeretném olvasni a 27. verset. Márk evangéliuma második fejezet 27. verse így hangzik: és mondanékik, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Ugye tudjuk azt, hogy van egy törvény. Az Isten törvénybe adta, hogy a szombatot, az Úr napját, azt meg kell tartani. Akkor nem szabad dolgozni, hanem teljesen el kell különíteni a hétnek a többi napjától. És emberek nagyon gyakran megtették, talán az éppen a szombatiskolában is idézett farizeusok az élen, akik mereven ragaszkodtak betű szerint ehhez a törvényhez, és azt mondták, hogy lám, ott van az Isten törvényében, és az életünk árán is ehhez kell ragaszkodni, és véletlenül se tegyünk valamit másképp. És Jézus azt tanította nekik, hogy ez a törvény, ez életben marad, érvényben marad, ezt nem fogom eltörölni, ez meg kell, hogy maradjon, és vezesse ezt az embert az idők végezetéig, de, sőt, ugye csak zárójelbe, hogy olvashatunk arról, hogy még az újföldön is törvény lesz ez az ember számára, de nézzük meg, hogy mi van e törvény mögött. Hogy ez nem azért van, hogy jaj, legyen egy ember, és ezzel a törvénnyel tudja bizonyítani, hogy nézzétek, én milyen jó ember vagyok, mert én makacsul ragaszkodom a törvényekhez. És saját magát vállon veregeti sokszor az ember, hogy mennyire hűségesen tudok ragaszkodni minden egyes törvényhez betű szerint. De mi van mögötte? Mi van azzal a lelkülettel, amit az Isten ad, amit az Isten nyújt felénk, és amit az Isten mutat be a mi számunkra? Meglátjuk-e mögötte azt, hogy ezek a törvények értünk vannak azért, hogy bennünket segítsenek? És ugye látunk ilyen példákat, hogy ha valaki beteg, ha valami olyan történik, hogy segíteni kell a másik emberen, akkor nem azon gondolkodom, hogy jaj, szabad-e szombaton megmozdulni egyáltalán, hanem megteszem, hogy segítek a másik emberen. Isten népe az Ószövetség idején, ha megnézzük, nagyon-nagyon sok szabály szerint élte az életét rendben. Amikor vándoroltak a pusztában, akkor nagyon sok szabály volt arra vonatkozóan, ki megy elől, ki milyen sorrendben megy, a törzsek milyen sorrendben mennek, ki mit visz magával, ki viszi a sátrat, hogy szedik szét, hogy rakják össze, mindenre megvoltak a megfelelő szabályok. Az étkezésre, a tisztálkodásra, nagyon sok mindenre megvoltak mindig a szabályok. És az Isten népe így élte az életét. És olvasunk arról, hogy sokszor emberek félretették ezt a szabályt, és mindig valami negatív következménye volt ennek. Az Új Szövetségben szintén olvasunk arról, hogy az Isten népe körében rendnek kell uralkodni. Hogy az Isten gyülekezeteiben rend kell, hogy legyen. Pál apostol korintusi levele, amit idéztem az elején, mindenek ékesen és jó renddel menjenek a gyülekezetben. És akár melyik korban élünk, ha modern 21. században élünk is, ma is ezek szerint, az elvek szerint kell élnünk, hogy legyen rend. Legyen rend az életünkben, legyen rend a gyülekezetünkben, legyen rend a világegyházban, legyen rend mindenhol, ahová csak megyünk.
Nagyon érdekes az, hogy amikor különböző lelki problémával küzdő emberekkel beszélgetek, talán tudjátok, hogy csütörtökönként a mentál irodában beszélgetek emberekkel, és hát nagyon sokszor jönnek komolyabb, súlyosabb beteg, lelkileg beteg emberek is. És egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy minél betegebb valaki, annál inkább jellemző az életére az, hogy szinte semmiféle rend nincs. Már nem jár dolgozni, már nem csinál semmit, hanem csak úgy el van, csak úgy telnek a napjai. Hiányzik valami az életéből, hiányzik az, hogy legyen egy rend. Ugye nem véletlenül mondja a Biblia, hogy mindennek rendelt ideje van. És vajon mennyit segíthet egy emberen az, hogyha rendbe tesszük az életét, hogyha megtanítjuk őt arra, hogy igenis most felkelünk, most ezt csináljuk, azt csináljuk, nagyon sokat. Nagyon sokat tud segíteni, már maga ez, hogy egyszerűen van rend az ember életébe. Kik hozzák a szabályokat? Kik alkotják a törvényt? Hát nyilván, már az elején mondtam, hogy Isten törvényeket adott az ember számára azért, hogy ezek az ember életét segítsék. Ezek nem kérdés, legalábbis akik az Istent tisztelik, és mai alkalommal is Isten tiszteletére jöttek el az Úrházába, azt mondják, hogy az Isten törvényei szentek. Az Isten törvényei úgy, ahogy vannak, el kell fogadni, nem lehet megkérdőjelezni, hanem meg kell valósítani, azok szerint kell élni. Nagyon sok olyan területe van az életünknek, amelyre úgy érezzük, hogy konkrétan most nem találok olyan mondatot a Szentírásban, ami szabályozná. És az ember elkezd ilyenkor gondolkodni, hogy milyen elveket fektetett le az Úr. Mit mondott ezzel kapcsolatban, és ezek alapján az elvek szerint próbálja önmagának megalkotni azt, hogy most hogyan kell élni. És az ember tovább kell, hogy menjen, kell, hogy a saját maga számára hozzon, megalkosson olyan szabályokat, ami az ő életére vonatkoznak. Sokszor ezek mások tanácsaira alapulnak. Van egy cukorbeteg ember, az orvosa azt tanácsolja neki, hogy ne kenyeret egyen, hanem helyette zsemlét, és aztán különböző étkezési dolgokra oda kell figyelni, és ha az ember jót akar önmagának, akkor ezek szerint a szabályok szerint fog élni. Aztán lehetne még száz és száz hasonló dolgot felsorolni, hogy milyen és milyen dolgokat szabunk meg önmagunknak. Minden reggel tornázni fogok. Minden este ezt és ezt fogom csinálni. Különböző dolgokat szabunk meg önmagunknak. De ezek nem az isteni törvények, hanem az isteni törvényekből levezetett olyan dolgok, amelyeket a magunk számára mi kötelezővé teszünk. Mert hogy valahol az, hogy a cukorbeteg diétázik, az valahol levezethető abból az isteni törvényből, hogy testünk a Szentlélek temploma, és vigyázni kell önmagunkra, és úgy kell táplálkoznunk, úgy kell élnünk, hogy a lehető legjobb legyen, még a beteg szervezetnek is. Viszont nagyon fontos dolog az, hogy amit én saját magamnak szabok törvényt, azt tudjam, hogy az a saját magam részére szabott törvény, és ne akarjam mindenkire ráerőltetni. Hanem legyek tisztában azzal, hogy a másik ember is magának szab törvényeket. Az Isten népe ugye ma egy hatalmas nagy nép szerte a világon, talán néhányan úgy gondolják most, hogy hatalmas nagy nép, hát olyan kevesen vagyunk, de azért, hogyha meggondoljuk, hogy az egész világon mennyien vagyunk, akkor tényleg egy nagy népről tudunk beszélni. Talán ha látunk képeket, felvételeket a generál konferenciáról, ahol pedig csak ennek a népnek a küldöttei voltak jelen, már akkor is azt mondjuk, hogy,
hogy hát tényleg azért az egy, ez egy nagy nép. Minden szinten valamilyen szervezettségnek, rendnek kell lenni. Minden szinten szabályokat és törvényeket kell hozni. A helyi gyülekezetben szabályokat kell hozni. Meg kell beszélnünk azt, hogy milyen éneket fogunk énekelni, mit fogunk csinálni, mikor imádkozunk, ki fog imádkozni. Ezek a szabályok, és ezeket mi hozzuk. Vannak olyan szabályok, amelyek az egész országra vonatkoznak, és egy országon belül kell egyformán tenni. Például gyülekezeti pénztárosok, bármelyik gyülekezetben vannak, ugyanolyan lapon kell, hogy megcsinálják az elszámolást, és beküldjék az egyház területnek. Mert van egy ilyen szabály, van a pénztárosok kézikönyve, és azt szerint kell dolgozniuk. Vannak olyan szabályok, amelyek az egész hetednapi adventista egyházra vonatkoznak. Ezért van a gyülekezeti kézikönyv, amelyet csak a generál konferencia módosíthat, és ez az egész világon mindenhol érvényben van. És hát mindig vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát én jobbnak látnám így és így. Én, nekem más és más gondolataim vannak. Ellen White írta bizonyságtételek harmadik kötetében, Krisztus egyháza állandó veszélyben van. Sátán tönkre akarja tenni Isten népét. Egy személy véleménye, egy személy ítélő képessége nem megbízható. Krisztus összegyűjtötte követőit az egyház keretein belül, és meghagyta nekik, hogy tartsanak rendet, legyenek szabályaik, és legyen fegyelem, és hogy mindjárt vessék alá magukat egymásnak, egymást becsüljék többre önmaguknál. Nagyon érdekes ez a mondat, hogyha külön lennének ezek a mondatok, akkor nem is gondolnám, hogy ez egybe van leírva, mert először arról beszél Ellen White, hogy nagy veszély fenyegeti az Isten népét, és hogy a sátán támadja az Isten népét. És utána elmondja, hogy mivel. Azzal, hogy egyes emberek a saját véleményüket a többiek fölé akarják helyezni. Úgy gondolják, hogy hiába vannak szabályok, gyülekezeti szabály, akár gyülekezeti kézikönyv, vagy bármilyen szabály, a saját véleményüket akarják fölé helyezni. És azt mondja, hogy ez nem helyes, mert így nincs meg az a rend, aminek a rendnek meg kell, hogy legyen. Ezért nagyon fontos az, hogy mindenhol, minden szinten tartsuk magunkat azokhoz a szabályokhoz, amiket az Isten népe körében alkotunk. Hallottam a héten egy nagyon érdekes gondolatot. Mindenki azon gondolkodik, hogy vajon a magyar kormány helyesen jár-e el, amikor kezeli a menekült kérdést. És hát ugye vannak, akik azt mondják, hogy igen, vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hogy nem, mert egészen másképp kellene csinálni, és valaki azt mondta, hogy igazából mindegy, hogy mit csinál, csak egy ilyen válsághelyzetbe ne egymás ellen forduljunk, hanem hagyjuk, hogy valaki csináljon valamit, mert úgy fogunk csak elérni valamit, mert hogyha csak egymás ellen fordulunk, és csak bírálgatjuk egymást, akkor biztos, hogy nem lesz semmi. És milyen igaz ez? Hogy még hogyha nem is a legtökéletesebb, majd utólag kiderül, hogy nem az volt a legmegfelelőbb, de legalább csináljunk valamit, és egyféleképpen. Legyen rend közöttünk. Milyen jó lenne, hogyha megtapasztalnánk azt, hogy a saját véleményünket alávetjük a többség véleményének, engedünk a többségnek, és azt mondjuk, hogy ha a többség így határozott, akkor legyen így. Fogadjuk el egymást, azt mondja, többre tartva a másikat önmagunknál, a többség véleményét. Nagyon érdekes egyébként ez a többség véleménye, ez a demokrácia kérdése mindig egy ilyen nagy kérdés volt, hogy mit is jelent a demokrácia. Nyilván vannak olyan dolgok, amiben azt mondjuk, hogy tartsunk népszavazást, és
felteszünk egy kérdést, és mindenki válaszoljon rá is, amit a többség dönt. Csak hogy milyen információi vannak az embereknek, akik szavaznak. Mert lehet, hogy nincs megfelelő információjuk, és majd döntenek valamiről. Mindig felszoktam tenni ezt a kérdést, mi lenne akkor, hogyha elmennék az orvoshoz, aki csinál a belső részemről egy röntgen felvételt, majd kimegy a röntgen felvétellel a váróba, és azt mondja, hogy kedves betegtársak, szavazzuk meg, hogy meg kell operálni ezt az embert, vagy nem. Itt a röntgen felvétel. Nem értenek hozzá a többi beteg. Mi lenne, hogyha így döntenék el, hogy kell-e operálni, vagy sem? Hát nagyon sokszor vagyunk így a demokráciával is, hogy azt mondjuk, hogy van itt egy kérdés, szavazzunk róla. És ez így nem jó. Hanem válasszunk olyan embereket, akik elmélyednek egy bizonyos kérdésben, azok hozzanak egy javaslatot, magyarázzák el, hogy miért, és utána szavazhatunk. És tulajdonképpen ezért van a gyülekezet, így készül a gyülekezeti kézikönyv, hogy mi, mint gyülekezet, választunk küldötteket, akik elmennek a területhez, ott is választanak küldötteket, akik elmennek az unióhoz, és a különböző, következő szinten hoznak szabályokat. Olyan emberek, akik elmélyednek egy bizonyos dologban, javaslatot tesznek, és utána küldöttek együtt megszavazzák, hogy így legyen, vagy ne úgy legyen. Nem mindig szavaznak igennel. Még olyankor is van, amikor azt mondják, hogy nem. Ugye hány és hány tanulmány készült arról, hogy felszenteljék-e a nőket lelkésznek, és a küldöttek azt mondták, hogy akár hány tanulmány készült, nemmel szavaztak, vagy legalábbis több volt a nemeknek a szavazata. Ezért az egyház azt mondta, hogy nem. Ez a döntés született. Többség vélemény ellenére. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy válasszunk a gyülekezetben is olyan tisztségviselőket, ugye apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy összegyűjtötték a presbitereket, akiket megbíztak azzal, hogy a gyülekezetre figyeljenek, viseljetek gondot azért a nyájra, és érdekes módon abban a korban még nem tettek különbséget, hogy presbiter és lelkész, nem is szerepel ez a szó a Bibliában, hogy lelkész. Az majd később jött be a gyakorlatba, hogy vannak még a presbiterek közül olyanok, akik a teljes idejüket a szolgálatra szánják, és ők legyenek azok, akik elmélyednek kérdésekbe, kidolgoznak javaslatokat, és utána a gyülekezet elé tárják. Ugye múlt héten, akik ott voltak Nágocson, a presbiter szentelésen, azok hallották, de engedjétek meg, hogy újra elolvassam ezt a mondatot szintén a gyülekezeti kézikönyvből, hogy mi a presbiternek a feladata. A gyülekezet lelkésze után és a vele való tanácskozást követően a presbiter a gyülekezet lelki vezetője, és felelős a munka minden ága és osztálya gondozásáért. Kölcsönösen segítő kapcsolatot tartson fenn minden gyülekezeti tisztviselővel. Ez a presbiter. Ha tovább mennénk és elolvasnánk a presbiter és lelkész viszonyát, akkor az az első mondat külön ki volna emelve, hogy nyilván a lelkészre ugyanez vonatkozik, hogy felelős a munka minden ágáért, minden gyülekezeti munkáért, a missziót beleértve, a pénztárat beleértve, a ifjúsági munkát beleértve, mindent, és a lelkész távol létében pedig a presbiter felelős. És aztán különböző tisztségviselőket választunk. A lényeg, hogy legyen rend az Isten népe körében. Adja az Úr, hogy mindannyian tapasztaljuk meg a rendnek az értékét, tapasztaljuk meg azt, hogy mennyivel jobb egy olyan közösségben élni, akár a személyes életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, az egész egyházunkban, ahol rend uralkodik. Így vezessen bennünket az Úr a következő időszakban is. Amen.